Képzeljék el, még Kövér László fejcsóválását is kiváltott a Szél Bernadett a mai napon, ami hát nem egy példátlan esemény a parlamentben. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Egy zászló a nyakában, ami lehetett volna mondjuk egy kendő is tulajdonképpen. Ez ilyen hatással van a házelnökre? Amennyiben az a kendő egy tibeti zászló, akkor nyilván... Nyilván eszébe jut, amikor még Barokk Zoltán ott állt a parlament előtt és lengette a zászlót. Mondhatjuk úgy is, hogy igazából én most Barokk Zoltánt képviseltem a parlamentben, ha már ő elfelejtette, hogy honnan jön. Na, az akkori Barokk Zoltánt. Hát, az ellenzéki 2008-as Barokk Zoltánt. Így van, de hát vannak dolgok, amik nem változnak. A stabil értékek, a Fidesz ezektől megszabadult, hogy most már teljes mértékben. De mit gondol, emlékeznek még rá? Tehát emlékeznek arra, hogy ők is kiálltak Tibet mellett? Ugye én mindig azt szoktam mondani, nézzük meg, hogy kik veszik körül a miniszterelnököt, és ez a társaság teljes mértékben lecserélődött. Vagy nézzük meg, hogy ki volt a Fidesz legtöbbet beszélő arca vagy politikusa az elmúlt, nem tudom, 7 évvel ezelőtt, és ki most. Szóval nagyon nagyot változott ez a párt, és ami nagyon szomorú, nem tudom, hogy Fidesz szavazók ezzel hogy vannak, hogy most már az értékalapnak nyoma sincs abban a pártban, tehát semmi. Ön kire gondol, amikor mondjuk egy 10 évvel ezelőtti Fideszre gondol? Ki maradt meg a fejében Orbánon kívül? Hát, aki mondjuk sokat beszélt, meg úgy viselkedett, akire úgy figyeltünk, tehát ugye mostani uniós biztos, Navracsics Tibor, vagy akár Pokorni Zoltán, tehát ugye ott olyan politikusok voltak, akikkel 10 és 14 között még lehetett vitatkozni a magyar parlamentben. Tehát azért ott volt valamilyen fajta nyoma még az intellektuális eszmecserének. Most már nagyon nincs kivel vitatkozni ott, és amikor egy ilyen zászlóval bemegyek, akkor is többen megkérdezték, hogy mi az a nyakadba. Hát mondtam, hogy ez a tibeti zászló. Na kíváncsi leszek én, mert mondja, hogy ugye, hogy 2008-ban Barokk Zoltán, de hát Kövér László is nyilván emlékszik rá, hogy ez az ő értékei között is ott volt, például a szabad Tibetér való kiállás. Ha nem bünteti meg ezért, bár rosszallóan csóvált a fejét, akkor ez lehet mögötte. Ha meg igen, bár lehet, hogy kombinálok, akkor meg... Teljes következetlenséget látok így a büntetésekben is, tehát most volt múlt héten házbizottság, és ugye a hazudik táblát tartottuk föl Ákossal, Hadházi Ákossal, Németh Szilárd mögött, amikor valami olyasmit kezdett kombinálni, hogy én a svéd EP képviselővel valami titkos megbeszélésen még több migránst akartam idehozni, meg Soros úgy angló, és akkor álltunk ki ezzel a hazudik táblával, és nem tudom, hogy ezért mit fogok kapni, de hogy a házbizottságon nagyon kemény szavakkal ostorozott engem. Most az jutott eszembe, hogy volt már erről eszmecsere, hogy régen ő is egy kicsit úgymond harciasabb volt, ha az értékekről volt szó. És mintha olyasmit mondott volna a házelnök úr, ha jól emlékszem, hogy vannak dolgok, amiket ő már szégyel, vagy máshogy gondol. Én nem tudom, hogy ők mi mentek keresztül ott legbelül. Na jó, nem csak Free Tibet volt a jelszó ön által ma a parlamentben, sőt, hát voltak éppen ez volt a legkevésbé, mert erről igazából csak ön emlékezett meg, hanem például 350 ezer magyar családért is megszólalt. Nem láttam, hogy nagyon nagy eredménnyel, mert Orbán Viktor egy mozdulattal söpörte le az ön gondolatait, de vagy ott egy menekülő útvonalat, hogyha ad javaslatot, akkor megfontolják. Mi lenne a javaslat 350 ezer gyermekét egyedül nevelő édesanya vagy édesapa javára? Igen, tehát mi egy 5 pontos akciócsomagot már benyújtottunk. Egyébként az egyiket már meg is valósították, csak éppen rá írták, hogy KDNP. Ez aki bölcsödébe szeretné a gyermekét járatni, és egyszülős család, akkor előre kerül a várakozási sorban. Erre egyébként a Népjóléti Bizottságban, amikor ez sorra került, akkor a Harag Péter úr azt mondta, hogy hát ez végül is nem egy rossz ötlet, de mi van, hogyha a családok majd papíron jól elválnak, hogy a gyermek előbe kerüljön bölcsödébe. Tényleg ezt mondta, és akkor mondtam, hogy azért szerintem a magyar családok nem így állnak ehhez a kérdéshez. Ehhez képest ő is átment egy metamorfózison. Mert hát mire sikerül a magyar jogban elválniuk, addigra óvodás lesz a gyerek? Hát én nem tudom, hogy... Tehát szerintem nem minden kereszt közelíteni, tehát nem fognak elválni az, hogy gyerek bölcsödébe kerüljön. Hát, egyébként, ha meg igen, akkor is van erre mód, hogy terepszemlét tartson a, nem tudom, erre megbízott családszolgálat. Tehát van erre lehetőség, hogy ellenőrizzük, de ne induljunk ki ebből. A lényeg az, hogy levette, hogy LMP erről a javaslatra lejött, hogy KDNP beadták, úgyhogy most ez egy elfogadott törvényjavaslat. Úgyhogy hát nem dolgoztak hiába, látja? Hát ugye öröm ez a KDNP-nek. És akkor van még 4. Mi a másik 4, amit hát, majd lehető megvalósít a KDNP? Ugye ma ezzel kezdtem Orbán Viktornál, hogy én kifejezetten az egyszülős családokért állok ki, és szeretném tudni, hogy mi az ő személyes álláspontja. Családi pótlékot szeretnék emelni. Az LMP-nek ez régi elköteleződés, egy 50%-kal szeretnénk megemelni az egyszülős családoknak a családi pótlékát. És erre mondta, hogy nem, mert hogy ők a munkához kötődő juttatásokban gondolkodnak, vagy abban gondolkodnak, ami munkához kötődik. Jó mondtam, akkor értettem, ezzel nem sokra megyünk, akkor ott vannak a tartásdíjak.
Aki ilyen helyzetben volt, az pontosan tudja, hogy mekkora kavalkád van ezzel kapcsolatban. Vagy késve érkezik, ha egyáltalán érkezik, vagy nem érkezik, vagy kevés érkezik. És akkor erre mondtuk, hogy jó lenne, hogyha nemzetközi példákat néztünk meg, hogy zseniális lenne, ha a NAV figyelné, hogy mondjuk, ha nagyon eltér a tartásdíjra kötelezett szülőnek az életvitele, meg az, amit fizet utána, akkor ugyan lépjen már közbe, hogy a rendes pénzt kapja meg az édesanyja a gyermek után, hogy általában ebben a nexusról van szó. És a másik pedig, amit nagyon fontosnak tartok, hogy az államnak milyen szerepe van ebben. Pillanatnyilag nagyon szerény pénz, 11-2000 forintot kapnak úgynevezett megelőlegezett tartásdíjként a rászoruló családok, egyszülős családok. Mi azt mondtuk, hogy legyen legalább 60.000 forint, és akár a gyermek tankötelezettségének a végéig tartson. Mert hogy irtózatos a szegénységi kockázat az egyszülős családoknál, pont akkora, mint a nagy családoknál. És hogy nekem az böki a szememet, némi képzavarral, szúrja a szememet, hogy amíg a nagy családoknak minden segítséget megadunk, nagyon helyesen hangsúlyozom, akkor logikusan a másik oldalát is meg kell nézni ennek a történetnek. Minden ötödik magyar család több mint félmillió gyerek sorsáról beszélek. Ott meg hagyják tényleg ezeket az ömében édesanyákat teljesen magukra. Mondja a nagy családokat, egyetért Balogh Zoltán, amikor ő arról beszél, hogy a nagy családosok egyöntetően jobban élnek, mint éltek korábban? Hála a kormányzat széles körű intézkedéseinek? Ez a nagycsaládosoknak csak egy részére igaz, minden nagycsaládra ez nem igaz. Magyarországon jelenleg is egy olyan adórendszer van, hogy azok tudnak élni például a családi adókedvezménnyel, akik jól keresnek, és ez igaz a nagycsaládokra is. Én ezért tartanám nagyon fontosnak azt, hogy egy olyan támogatási rendszer működjön, amelyben olyan adórendszer működjön, amelyben progresszív adózással adózunk. Pontosan az ilyen dolgok miatt. De tény az, hogy voltak bizonyos előrelépések, de mondom, itt is ketté veszik a társadalmat. Mindenhol megosztják a társadalmat, itt is megosztják. Na, egy másik ügy, a konzultáció ügye, amit Hadházi Ákos hozott felszínre, már amennyire az felszínen van most azáltal, hogy ő megszólalt és elmondta, hogy biztosan nincs annyi visszaküldött konzultációs ív, mint amennyiről beszél a kormányzat. Kapkodom csak a fejem, Völner Pál azt mondja, ő ugye az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára, hogy Hadházi Ákos Soros György bábja. A kormányzati tájékoztatási központ pedig azt mondja, hogy az LMP-s képviselő Ron Werber utasításainak megfelelően állít hazugságokat. Tehát itt valami egészen durva nemzetközi szövevénnyel van dolgunk. Én így gondolom. Hát pedig nagyon egyszerű a történet. Tehát azért ezt nézzük a kronológiáját. Ugye, ha van egy sima kérdés, ami hétfőn hangzik el a parlamentben, azt pénteken kell leadni. Hát az Ákos le is adta ezt a kérdést, hogy mennyi az annyi a nemzeti konzultációval kapcsolatban. Amint leadta a kérdést, pár órával később már mondták, hogy akkor jött a telefon, hogy fogadják, lehet menni a három intézménybe. Igaz, hogy aki figyelte a közvetítést, azt látta azt, hogy iszonyatosan kevés időt hagytak egyik helyről eljutni a másikig, tehát hogy megpróbálták abban gátolni képviselőtársamat, hogy mélyére nézzen ezeknek a dolgoknak. Egyszerűen fizikailag nem tölthettünk el elég időt ezeken a helyeken. Ugye kísértem őt az első két állomásra, és hát itt bújt ki az szög a zsákból, hogy megkérdeztük, hogy van-e rajstrom. Van-e valami nyilvántartás, hogy mennyi be, mennyi ki. Tehát köszönjük szépen fel a dobozokat, meg az volt egy nagyon érdekes pillanat, amikor kiderült, hogy csak hétvégén szoktak itt dolgozni ezeken a kérdőívszámláláson, vagy nem tudom, bontogatáson. És hát mit tesz Isten, ott csütörtökön, amikor mi oda látogattunk Ákossal, egy külön műszak volt. És akkor megkérdeztük, hogy hát miért van ez a külön műszak. Mondták, hogy hát hirtelen annyi jött be, annyi kérdőív jött be itt hétfőtől csütörtökig, hogy muszáj volt egy extra műszakot nekünk oda összeszervezni, és hogy mi örüljünk neki, hogy mennyire jó, hogy ezt láthatjuk. Ezt úgy képzeljük, hogy ülnek hölgyek és urak, és a politikákat bontogatják, és húznak egy strigulát, vagy hogyan számlálják? A strigulát konkrétan nem láttam, de hogy ugye ez három fázis, az egyik helyen csak megvizsgálják, hogy van-e benne bármi idegentárgy, bomba, stb. Vagy nincsen. Tehát tovább küldik a következő helyre, ahol effektíve kiszedik a borítékból, ami benne van, és van a harmadik hely, ahol effektíve összesítik ezeket a dolgokat. És ez azért nem annyira bonyolult, ha a végét nézem, hogy meg lehessen tudni a valódi pontos számot. Ezért bújt ki a szög a zsákból, amikor tehát tényleg az első helyen voltunk, akkor megkérdeztük, hogy mennyi jött be, meg hogy mennyi van egy ilyen targoncán. És akkor elkezdték mutogatni, hogy ez ma jött, az tegnap, és akkor az a harmadik az meg tegnap előtt, mondom, jó, hát akkor lehetne valami, nem tudom, Excel táblát látni. Ákos már odáig ment, hogy kockás vizet, tehát bármi. Semmit nem tudtak mutatni. Akkor mégsem számolják? Bontják? Bontott borítékokat láttak? Láttunk bontott borítékot is, láttunk egybelévőt is, láttunk üres dobozokat is, láttunk az égvilágon mindent, mert fölépítették ezt az egész díszletet, hogy úgy fogalmazzak. És de biztos díszlet? Nézze, gyakorlatilag onnantól kezdve, hogy nem tudtak nekünk számokat mondani, és ami a legrosszabb, hogy három helyen három számot mondtak,
és akárhogy osztottuk, szoroztuk a dolgot, sehogy nem jött ki a matek, és utána pedig elkezdtek egy olyan agresszív támadásba, hát nézzük a mai napi rendelőtímet, miről beszéltünk. Ma az LMP frakció végig arról beszélt, hogy milyen az okos forradalom zajlik a világban, miért kell megújuló energia, miért kell áttérni az elközigazgatásra, az észcsodáról beszéltünk, egy csomó olyan dolgról beszéltünk, ami 21. század. Erről szólt a napi rendelőtém. 5 percig beszéltem milyen dolgokról. Föláll Dömötör Csaba államtitkár úr, és elkezdett arról beszélni, hogy mi itt a soros tervet hajtjuk végre, és hogy hazudozunk össze-vissza. Gyakorlatilag nem válaszolt semmire, hanem neki esett a Hatházi Ákosnak meg az LMP frakciónak. És utána én ma nem tudom eldönteni, hogy mit hallottam többet a parlamentben, azt, hogy hazudunk, meg Soros Bérenc, meg Werber Bérenc, meg nem tudom, micsodák vagyunk, vagy bármi. Hát tudom, egy másik párt ugye alapvetően, de Bangoni, amikor felszólalt, és a családjukat inzultáló emberekkel szembeni törvényi eljárásokat kérte számon a kormányon, akkor arra is az volt a válasz, hogy a migrációs ügyeket tessék szíveskedni támogatni, mert a kormány ezzel harcol a családon belüli erőszak ellen. Tehát egészen ez egészen döbbenetes, mert hogy egyelőre itt a mostani Magyarországon is hatalmas a probléma, és nem véletlenül szombaton mentünk tüntetni, és felvonultunk a NANE szervezésében a piros bábukkal, és nagyon szomorú ezt hallani, hogy a magyar kormányfő nem képes az isztambuli egyezménynek a ratifikációjára, sőt, mögül még jöttek a hangok is, hogy hát de hogyha ratifikáljuk, akkor miért lesz nektek jobb, akkor majd mit fogtok mondani, szóval egyszerűen fogalmuk nincs. Miért lesz nektek jobb, az kinek szól, majd... nőknek vagy ellenzéknek? Hát nem volt lehetőségem ott ezt kibontani, mert én is idő óra figyeltem, hogy ott konkrétan mi zajlik, mert ez egy fontos kérdés, és nagyon fontos erről beszélnünk, mert hogy, de inkább cserekedni kellene. Szóval egyértelmű. Ezzel fogjuk folytatni a műsort is, majd, mert Szerényi Zsuzsa érkezik, ő még törvényt is javasol, meg próbál cselekedni. Majd meglátjuk, hogy ez pártok felett álló ügy, én is azt gondolom. Köszönöm, hogy eljött. Én is köszönöm.